Ha az MSZP nem képes az ellenzéki sikerért politizálni, és Szabó Szabolccsal szemben elindítja Bangóné Borbély Ildikót, akkor nehéz másra következtetni, mint hogy a szocialisták a Fidesz kiszolgálói, állítja Juhász Péter. Az Együtt elnökét kérdezzük. Én annyira szerettem volna, hogy ez a beszélgetés ne így kettőnk között, meg előbb Tóth a kettőnk között menjen adásba, hanem hogy itt üljünk együtt, és beszéljük ezt meg. Közösen. Én is szerettem volna. Jó, az MSZP nem akar leülni az Együttel? Hát kérdezze meg a szerkesztőjét, én nyitott vagyok bármikor, bárkivel, akár nyilvánosan, akár háttérben leülni. Itt hadd reagáljak gyorsan pár dologra. Amikor levelet írtunk az MSZP elnökségének, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenccel közösen nem kaptunk választ, amikor az MSZP-DK nyilván megállapodása nyilvánosságra került, nem kaptunk választ, tehát nem válaszoltak nekünk levélre. Én kézbe vettem a telefont, felhívtam Molnár Gyulát, lesz remélem találkozó. Én innen szeretnék jó híreket közölni. Szabó Szabolcs elfogadja, hogy az ellenzék közös jelöltje legyen, értve ezzel, hogy támogassa mindenkit. Tehát ezen nincsen hiba. Na, de nem ezt akarja nem az MSZP. Nem megyünk közös listára. Na, ezt akarja az MSZP. De azt a DK-val sem intézték el. Az MSZP egy önálló listán indult, tök egyedül. A DK-val sem mentek közös listára, mégis sikerült koordináltan jelöltet állítani. Ugyanez a célunk nekünk is. A DK erre nyitott. Az MSZP úgy tűnik, hogy kevésbé. Én innen is üzenném, hogy Tóth Bertalan azt mondta, hogy ha az Együtt nyitott arra, hogy 106 helyen legyen koordináció, én innen szeretném most bejelenteni, az Együtt nyitott arra, hogy legyen 106 helyen koordináció, úgy, hogy sehol nem indítunk egymásra jelöltet. Ha jól érzem, a szárkal köröm alatt az MSZP-nél az az, hogy 40 helyet szeretnének maguknak. Nem, szó nincs erről, mi leraktunk egy javaslatot, és itt ne felejtsük el, hogy nem három pártról van szó az ellenzéki oldalon, van még LMP, van még Momentum, akkor még volt Párbeszéd, ma már erről nem beszéltünk. Ezen hat párt között nem tud kijönni az, hogy mind a 106 helyen egymással szemben ne indítsanak jelöltet. Mi erre tettünk javaslatot, hogy hogyan lehet feloldani. De benne vannak abban a minimum 27-ben is, amit minden párt így kezel? Így van, hát pont erről szól, hogy az lenne a szerintünk az ilyen értelemben matematikai lezongorászat, hogy vannak bizony olyan helyek, ilyen a Fidesz ördögi választási matematikája, hogy vannak olyan helyek, hogyha meg akarjuk tartani a közös listát, hogy megtartotta az MSZP és a Demokratikus Koalíció, ez más pártoknak is jogában áll, hogy önálló listán induljanak, akkor bizony van ilyen, de ez nem egy leszögezett, csak ebbre vagyunk hajlandók, tehát én innen biztatnám az MSZP elnökségét, választóit, szavazót, minden nézőt, tudjon róla, az Együtt nyitott arra, hogy mind a 106 helyen legyen koordináció. Azt mondják, hogy azért akarnak 106 helyen külön jelöltet, azért akarnak 106 főből álló országos listát, hogy maximalizálják a pártnak juttatott költségvetési támogatást. Tehát mi soha nem akartunk ilyet. Tehát ez legyen világos, hogy mi amikor a jelöltjeinket bemutattuk, hogy mind a 106 helyen vagyunk, ott azon jelölt bemutató alkalmával leszögeztük, hogy hajlandóak vagyunk bárhol visszahúzni azon jelöltjeinket, akiknél van alkalmasabb az ellenzéki oldalon. De most mondtam el, mi nyitottak vagyunk arra, hogy mind a 106 helyen jöjjön. A Csepeli történetről mit gondol? Hát szerintem ez egy, hogy mondjam, provokáció, hogy itt is hallhattuk, ugye semmi más nem mondott Tóth Bertalan, mint hogy mi ragaszkodunk, hogy 40 helyen egymásra indítsunk embereket, holott ez nem így van. Nincs így. Mi ahhoz ragaszkodunk, hogy mindenhol az esélyes jelölt álljon szembe a Fidesz jelöltjével, és egy jelölt álljon szembe, Csepelen egyértelműen Szabó Szabolcs az, és nem Püspök Ladányból oda helyezett ejtőernyő, és aki szerintem térképpel tájékozódik. Szabó Szabolcs az konkrétan 4 éve folyamatosan van jelen a csepeli lakók életében. Itt nem arról szól, hogy aki országos politikus-e vagy nem, hogy egyébként Szabó Szabolcs az, hanem arról van szó, hogy a helyieket képviselje. Az országos politikusoknak a listán van a helye, a helyben élőket pedig annak kell képviselnie, akit az egyéni választókerület lakói, az a 80 ezer ember megválaszt, hogy a helyi érdekeket képviseljék. Bangoni a püspökladányiak érdekét Csepelen nehezen fogja érvényesíteni, vagy fordítva, a csepeliek érdekeit püspökladányi ismerettséggel, háttérrel és beágyazottsággal nehezen fogja. De mondom, a lényeg, én nem veszekedni akarok, hanem szeretném azt, hogy legyenek végre megállapodások. Még azt sem mondom, hogy üljünk le itt az asztalnál, azért nem mernek leülni, mert pontosan tudják, hogy a nyilvánosság előtt tarthatatlan az a pozíció, amivel gyakorlatilag feladták a választásokat. Ők azt hangsúlyozzák, hogy az Együtt nem hajlandó együttműködni, mert hogy nem megy közös listára, közben megállapodtak a Demokratikus Koalícióval, akikkel szintén nem közös listára mennek, tehát az egyiknél elfogadják ezt, még a másiknál nem fogadják azt mondják, el. Hogy súlybeli különbségek miatt fogadják el az egyik.
egyiknél, és nem teszik ezt. Egyéni választókerületre veszünk a súlyt, azt majd lemérjük a listákra adott százalékokban. Az egyéni választókerületek szintjén azt tudjuk megnézni, hogy ki az, aki alkalmasabb a fideszes jelölt legyőzésére. Szabó Szabolcs bebizonyította, hogy Németh Szilárdot le tudta győzni már 2014-ben is. Most is le tudná, ha az MSZP nem indít rá jelöltet. Azt mondta valahol, hogy a Fidesz érdeke az, amit az MSZP csinál, tehát fideszesnek tekintve ezeket a politikusokat, akik az MSZP-ben politizálnak, simán rájuk küldik az együttes képviselőjelölteket. Ezt komolyan gondolja? Nem, én sokkal finomabban fogalmaztam. Botka László fogalmaztam ezt az MSZP vezetésével kapcsolatban, hogy a Fidesz irányítja egyes emberek kezét. Én azt mondtam, hogy ez a forgatókönyv, tehát hogy mondjuk Szabó Szabolcs, de ez most csak egy körzet egyébként, amiről beszélünk, mert sorolhatnánk Baranyi Krisztát a 9. kerületben akár, vagy nem tudom, Szabó Alexet az 5. kerületben MSZP, Szabó vagy Kovács, vagy Lovász megkeresem. Na, hát nem is tudja. Én tudom, csak pont azt teszteltem, hogy van-e még rajtam kívül, aki tudja, hogy Kovács ügyes, Alex ügyes. Kovács Alexnek hívják, egy fiatal ember. Ugye? Igen. Csak senki nem hallott róla, hogy ő az egyes számú választókerületben mondjuk bármi munkát végezett volna, és kíváncsi vagyok, hogy őt milyen alapon gondolja az MSZP jobb jelöltnek, mondjuk nálam, csak hogy hazabeszéljek, mert én itt vagyok. Tehát pont arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ez semmi másról nem szól, mint no-name embereket bedobnak valahova, hogy más pártokat zsaroljanak ezzel, ahelyett, hogy megállapodnánk abban, hogy nem a nyilvánosság előtt, mi számtalan javaslatot tettünk erre, nem kaptunk választ, hogy hol ki tud alkalmasabb jelöltet tenni. A súlyt majd eldöntik a választók, ez a listára adott szavazatokból fog kiderülni, ez nem keverendő a kettő. Azt mondta a Budai Bernadett, hogyha nem tudnak megállapodni önökkel, akkor nyilván minden körzetben lesz jelöltjük. Igen, az 5. kerületben is, meg Békés megyében, meg mindenhol az együttnek látszólag jó jelöltjei vannak. Így már készülnek? Már hogy Budai Bernadett mit mondott? Budai Bernadett azt mondta, hogy az MSZP mindenhol indít, független attól, hogy az együtt kitállít szembe a másik oldalon. Ez most hát voltaképpen az, hogy ön meg azt mondja, hogy akkor az együtt is tud indítani jelölteket. Hát persze, hogy tudunk, hát erről szólt. De hát ebből mi lesz? Hát ez az, hát most, hogy mondjam, hát én abban bízom, hogy megállapodás lesz. Úgy dől hátra Orbán Viktor, mint az előbben. Így, hát én azt gondolom, hogy megállapodás. Ez így akkor rendben van, uram. Teljesen egyetértek önnel, hát nem véletlen, hogy azt mondjuk, hogy mi, még egyszer ismétlem, az együtt nyitott arra, sőt, ezt ösztökéli nem tudom már mióta, hónapok óta, hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy, azaz egy darab jelölt álljon szembe a Fidesz jelöltjével. Mindenhol. Az, hogy mi leraktunk egy másfajta koncepciót, ami már nem három pártlistáról, hatról szól, az egy felvetés volt. Tárgyalóasztalhoz nem sikerült szólítanunk egyszer sem az MSZP tárgyaló delegációját. Meg kell, hogy mondjam, a DK-val sikerült tárgyalni, és úgy tűnik, hogy létre is fog jönni ilyen koordináció. Én azt hiszem azt is mondhatom, hogy nem ezen a két félen fog múlni, hogy előállítható-e mind a 106-ban az egyetlen ellenzéki jelölt. Ez az azt jelenti, hogy a DK a saját 46 jelölési lehetőségéből átenged az együttnek, majd ezt most így kell érteni, kívülve abból, amit Tóth Bertalan az előbb nagyon hangsúlyozott, hogy nekik 60 helyen van joguk azt tenni, amit akarnak. A DK-hoz képest, a választókhoz képest, mondhatják, hogy van joguk, csak akkor a választók tudjanak róla, hogy azzal ássák el az ellenzék nyerési esélyeit. Ugyanis pontosan az a cél, hogy az MSZP ne azt gondolja, hogy ő az egyetlen ellenzéki párt, van még itt 5-6 a környéken, akiknek ugyanúgy beágyazott, sikeres jelöltjeik vannak, akik dolgoztak ott az elmúlt évben. Erre utaltam, hogy 9. kerületben segítsen nekem, ki lenne az MSZP jelöltje Baranyi Krisztával szemben. Tehát, hogy ismerünk ott nevet, aki mondjuk a parkolóórák mutyiját feltártól egyébként speciál egy... Én őszintén szóval ezt a történetet se értem, hogy Püspökladenben az MSZP mást jelöl, nem az ott élő Bangónét, aki Cseperre jelöl. Tehát, hogy én, na, ez a pártlogika. Én ezt a sakkozást ezt nem nagyon értem. Na, és mi sem. Tehát, hogy ugyanerről beszélek, amikor, nem tudom, Vajda Zoltán a 16. kerületben tényleg a magánnyugdíj pénztári vagyonok ellopásától kezdve a Szatmári Kristóf rettek tőle, konkrétan már lejárató kiadványokat raknak ki. A legsikeresebb ellenzéki politikus önkormányzati képviselőként bizonyította az ott élőknek, hogy mire képes, és akkor azt halljuk, hogy akarnak valakit indítani vele szemben. Én azt gondolom, hogy DK-val meg lehet majd ezekben állapodni, én bízom benne, hogy az MSZP-vel is meg lehet, ismétlem magam még egyszer csak, hogy mindenkinek világos legyen, az együtt mind a 106 helyen szeretne megállapodni, sehol nem szeretnénk egymásra indítani jelöltet. Szabó Szabolcs elfogadja, hogy mindenkit támogassa, ha nem az a feltétel, hogy lépjen be az MSZP-be, mert Szabó Szabolcs egy ilyen ajánlatot kapott. Ezt nyilván nem fogadja el az együtt politikus. Hát ez nem is tűnik nagyon elegánsnak, bár Tóth Bertalan már nincs itt, de hát egy másik párt politikusának ajánlatot tenni így. Hát
Na, így erről beszélünk, és nem is ez a győzelemhez vezető út, ezt lássuk be. Tehát, viszont azt mondta, ez egy fél mondat volt, és ne sikkadjon el, hogy most volt egy megállapodása valakivel az MSZP-ből arról, hogy mégiscsak le tudnak ülni beszélgetni? Én Molnár Ülát fölhívtam telefonon, és most úgy tűnik, hogy arra nyitott, hogy beszélgessünk ezzel. Nem tudom előrevetíteni azt, hogy lesz megállapodás. Én mindent meg fogok tenni, ezért én magam nevében tudok beszélni. De ez már egy előrelépés az eddigiekhez képest. Én is köszönöm.